Bár még a nyári időszakból több mint egy hónap van, a Sátorai Újhelyi Turinform iroda már tervezi az őszi programjait. Kis vonatozás, városnézős séták, ezek azok, amire már nagy létszámmal jelentkeztek az érdeklődők. Blanár Robert, az iroda vezetője elmondta, hogy általában az őszi időszakban jóval több a kiránduló, így már javában készülnek a szeptemberre és az októberre egyaránt. Őszre úgy gondolom, hogy már most elég jók a sétamegrendelések, megrendelések, sőt valójában jobb, annak ígérkeznek, mint a, mint a ö, nyára, és hát a, a kis vonatbérlés az folyamatos adminisztratív munkát igényel, és valójában több évet is visszanéztem, nem annyira július és az augusztus a, a legjobb hónapok ilyen téne, hogy mennyi kisvonat megrendelésünk van, hanem sokkal inkább egyébként a május, június, esetleg a július eleje, majd utána a szeptember és esetleg még az október első. Blanár Robert hozzátette még, hogyha valaki távolabb, Béli szeretne jelentkezni a programokra, akkor célszerűbb utána nézni a városnéző túráknak, hiszen vannak olyan séták, amiknél nagyobb állóképesség szükséges. Úgy kell ezt elgondolni, hogy, hogy az újhelyi csoportokkal kicsit kevesebb a olyan szempontból, hogy tudják, hogy honnan, hova szeretnének elmenni, de a turistáknak gondoljunk bele, ha valaki Szegedről telefonál, vagy esetleg még messzebbre az ország másik részéről egyszerűen nem tudja, Sokszor, hogy ő mit szeretne, csak azt tudja, hogy ez nem csak a kisvonatra élményes, hogy az emplénbe szeretne egy túrát, kirándulást, és a kisvonat kapcsán is, meg egyébként is a túl idegenvezetésnél is először azt kell kommunikálnunk felé, és ez több levélváltást és telefonváltást igényel, és ezt kérjük is általában, hogy próbálják meghatározni, mi az, ami belefér abba az egy-két napba. A programok a helyi lakosok számára is sok érdekességet tartogatnak, hiszen minden résztvevő fontos dolgot tudhat meg a város nevezetességeiről, múltjáról, valamint történelmi és irodalmi személyekről egyaránt.